Tovább javította nagyszerű tavaszi idegenbeli mérlegét a Kisvárda Mastergood, a szezon utolsó előtti meccsén Sopronban 5-1-re nyert a másodosztály újonca. Erős Gábor két találata alapozta meg a sikert, a második gól után ráadásul emberelőnybe kerültek a vendégek. A folytatásban csak a különbség volt kérdéses, a hátralévő időben Kosta, Rajci és Mincér is a kapuba talált, míg a hazaiak erejéből csak egy szépítő gólra futotta. A kisvárdai visszaszerezte a negyedik helyet a tabellán, amelyet a már bajnok Gyirmót vezet. A másik feljutó helyre a Mezőkövesd és az Alegerszeg pályázik. A várdaiak a zárófordulóban a 13. helyezett Szolnokot fogadják. Mondhatjuk, hogy tét nélküli, mert nem juthatunk fel, a Szolnok már nem eshet ki, ez mégsem igaz, mert a Szolnokban több olyan játékos van, aki szeretne más csapatban lehetőséghez jutni, a mi együttesünkben is van olyan, aki nem fog nálunk maradni, és szeretne bizonyítani, de hát a legutolsó sorban pedig egy ünnepének nézünk elébe, azt követően természetesen egy ünnepi vacsora szurkolókkal, vezetőkkel együtt, és hát nem lenne jó egy olyan hangulatú vacsorát eltölteni, ami vereség után van, ezért mindenképpen győzni szeretnénk. A Kisvárda Mastergood Szolnok mérkőzés vasárnap 18 órakor kezdődik a Várkerti pályán, a Kölcsei Televízió nézői pedig hétfőn 21 órától láthatják a találkozót. A forduló további párosítása a következő: Mezőkövesd Dunaújváros, Szeged Csákvár, Soroksár Sopron, Szigetszent Miklós Balmazújváros, Gyirmót Siófok, Zalaegerszeg Ajka és Budaörs Vác.